Már folyik a betegek ellátása Szekszárdon, a Kölcsei lakótelepi házi orvosi rendelőben. Az elmúlt két évben a városban már a negyedik orvosi rendelő felújítását valósították meg a terület és településfejlesztési operatív program keretében. A Kandó Kálmán utcai, Mikes utcai és a Vigantéri orvosi rendelő átadása után a Kölcsei lakótelepi rendelő átadásán Ács Rezső, Szekszárd polgármestere kiemelte, céljuk az egészségügyi ellátás infrastruktúrájának növelése. Célunk az, hogy az alapegészségügyi ellátás feltételrendszerét, infrastruktúráját jelentős mértékben javítsuk itt Szekszárdon. Ez két okból fontos. Az egyik az, hogy a betegek jobb körülmények között kapják meg az ellátást, a másik pedig azért is fontos, hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat a munkaidőben, és a munkakörülményeik megfelelőek legyenek számukra. Ezzel talán elérjük azt, hogy a ma még helyettesítésre betöltött körzetek újra feltöltésre kerülnek. A Kölcsei lakótelepi háziorvosi rendelőben praktizáló orvosok azt mondták, az új rendelőben a szebb környezet, az akadálymentesítés és a beltéri fejlesztések nagy mértékben megkönnyítik a betegek ellátását. Nagy mértékben megkönnyíti a munkánkat, időtakarékosságot eredményez, és komfortosabb körülmények javítják a közérzetünket is, a betegeknek a közérzetét. A rendelőt 27 millió forintból újította fel Szekszárd önkormányzata. Ács Rezső kiemelte, az új orvosi rendelőknek köszönhetően már két fiatal orvos nyitott praxist Szekszárdon.